Csíkszereda elleni találkozó szerepelt, és egy legvégén egy üres kapus góllal 4-2-re alul maradtak a Medvék ellenfelükkel szemben. Akkor Hadobász Zétény és Krisz Szétó voltak a Jeges Medve gólszerzők. A Dobis hazai igen szerepelt, legutóbb is a Brassó 6-2-re győzni tudott vendégjátéken. Továbbra is sérült Willi Heverainen. Kis Roland eltiltás miatt nem szerepelő, ugye két meccses eltiltást kapott, és ezzel a találkozóval tölti majd le. Közben pedig egy nagy helyzet Szirányi elé. Jött a gól, aztán fú, ez egy kísértetésen hasonló szituáció volt, amit Safran István legutóbbit eladott. A kapu mögül a palákról visszapattanót rálőtte Szirányi a kapusra, és így meg született tulajdonképpen az első találat. Kevin Wills bomba, Szerto bomba. Nagyon hősiesen védekeznek most a dunaújvárosi játékosok, és aztán ez ellen már nincs ellenszer. Most rogyott össze szegény Kacsekú is, de nem vele foglalkozom, legnagyobb tisztelettel jegyzem meg, hanem ezzel a tűpontos Kevin Wills bombával. Nagyon megnézte és nagyon oda szerkesztette ezt a távoli, középtávoli lövést. Így ez a 2-0-ás eredmény egészen rövid története. Vagy itt lehet, hogy megint változik az állás. Bizony, hogy változik az állás! Egy káprázatosan gyorsan lefuttatott akció. Megint ugyanolyan gyorsan, mint az első harmad elején. Golanis egy parádés átadással hozta kihagyhatatlan helyzetbe Hajnikot. És vissza ehhez az eseményekhez, mert Elgesztál korongot szerez. Ebből megindul most előre Matyasovszki, a túloldalon jön a Dacel. És Matyasovszki egy villámgyors csukló mozdulattal egy hatalmasat büntet. Megint csak elvesztették a korongot, megint csak szétesett a vendégek védekezése, és ezt most Matyasovszki kőszikla keményen megbüntette. Titánok kapták a legtöbb találatot, és mindezek ellenére is egyébként az acélbikák kapusa, Pavel Krajcsovics, bármit is szeretett volna tenni, ugye őt már... Ez gól volt, álljunk már meg egy pillanatra, már bocsánatot kérek, de ez nyilvánvalóan egy hatalmas találatot, ez bentről jött ki, meg is szólalt a Dudát, hogy nem lehetett ezt látni. Hát ezt azonnal meg kell videózni, remélem mutatják, hogy igen, ezt meg is teszik a játékvezetők. De szóval miközben én ismertetem itt önökkel a statisztikákat, német kapust is felavatja a DVTK, Golanis tűpontos, hosszú felső sarkos lövése. És természetesen gól. Egy újabb emberelőnyös találattal már 5-0-ra vezet a DVTK. Ezúttal Ritó László szaporázza be a ellenfél harmadába a korongot. Vojtko, jön a lövés, ott a belején is egy óriási nagy gól! Hát itt most minden sikerül Maciknak! Vojtko kapura lőtte, Farkas Márton beleért, és a hosszú sarokba, a ficakba tűpontosan vágódott be a hatodik Jeges Medve gól a meccsen már. Itt gyorsan, egy pár másodperc elteltével egy újabb ember előnyös gól. De marad még ott támadásban a DVTK. Ott a megoldás, ha nem megy jobbról, akkor megy balról. Krisz Szétó átforgatott a túloldalra, a baloldalon elkező Jack Walker elé, és a DVTK 10-es egy hatalmas nagy góllal tovább igazította, tovább növelte csapata előnyét. Elméleti esélyként lehet beszélni arról, hogy itt most bármit is hozzátegyen ehhez a meccshez a vendégcsapat. Egyetlen egy dolog lehet, hogy mikor lövik meg azt az egy becsület gólt, hát az most jött el. 4,2 másodperccel a második harmad vége előtt megszületik a szép idő találat. A vendégek 93-asa Iván Rupcsik jóvoltából. Nem volt lassú, nem reagált lassan Pernem, de még hatékonyabban dolgoztak ott a védők, de itt már senki sem tudott dolgozni, mert Kevin Elgásznál meghagyarodott, kellő távolságból jött a lövés, ami ellen már nem volt ellenszerre Kovács kapusnak. Ez már a 8. hazai gól a mérkőzésen. Megint egy gól! Farkas Olivér távoli lövésébe, ha jól láttam, Krisz Szétó ért bele. A Jeges Medvék 9-esének mondanám a gólt. De a lényeg, hogy úgy váltott irányt a korong, hogy nem tudott vele már mit kezdeni. Sem a védelem, sem a kapus.
Hát aki eljött ezt a meccset itt a helyszínen megnézni, vagy úgy döntött, hogy a monitorokon, tévéképernyőkön keresztül követi, kitűnő döntést hozott, és hát főként akkor, hogyha a DVTK csapatának szurkolt, mert a meccs, vagy bocsánat, a szezon eddigi leggólzáporosabb győzelmét aratták a piros-fehérek,